Elfogták a szlovák rendszámú Porsést, aki két nőre támadt rá múlt pénteken az M1-esen, mert menekültek, megsegítettek. Azzal fenyegette őket, hogy gránátot dob az autójukba és megöli őket. A terror elhárítók látványosan az utcán az autójából vették ki, ami most nem Porsche volt, hanem Mercedes. Benyúrít a összeállítása. Sokkot kaptak azok a nők, akikre egy szlovák rendszámú Porsche sofőrje támadt rá, csak azért, mert segítettek a menekülteknek. Egy az autópályán menetelő családot vettek fel, ez borította ki a férfit. A 24.hu felvételén látszik, ahogy a férfi kiabál a fekete transzporterben ülőkkel, és be is nyúl a kocsiba. Nem hallatszik a mobiltelefonos felvételen, de azt kiabálta, segítesz egy menekült családnak, megöllek. Nagy András újságíró készítette a felvételt, épp két kocsival voltak a Porsés mögött. Azt láttuk, hogy kiülik ez az úr a kocsiból, és oda rohan a Volkswagen-eshez. Nem tudtuk, hogy mi áll a dolog hátterében. Azt láttuk, hogy korábban a transporter fölvett egy szír menekült családot, pont akit szintén véletlenül lefilmeztünk. De azt hittük, hogy valamiféle közlekedési konfliktus áll a dolog hátterében, és aztán kiderült, hogy nem ez volt sajnos a helyzet. Amikor a Porsche így cikcakozó az autók között továbbállt, akkor mi megálltunk a megállósában, és megnéztük, hogy segíthetünk-e valamit, és akkor derült ki, hogy két hölgy ül a kocsiban, akik nyilván teljesen megijedtek ettől az egész helyzettől, remektek. Ez pedig már a tech felvétele. Ez Attila biatorbágyi lakost teperik le a terror elhárítás emberei. Ő az a férfi, aki rátámadta két nőre. A kommandósok láthatóan nagy erőkkel csaptak le a férfira egy kereszteződésben. Most is egy luxusautóból szedték ki, de most nem a Porséból, hanem egy méregdrága Mercedesből. Benyúrita, 724.